szólítok a piros sarokba. Várányi Péter újpesti torna egyre! És jöjjön óriási ováció közepette a piros sarokba. Várányi Péter, az ováció természetesen annak is szól, hogy helyi versenytől újpesti fiúról van szó. Várányi tenap egyhangú pontozással győzött Korom Krisztián ellen. Szólítok a kék sarokba. Lukácsi Bence, PVSK Pécs! Ellenfele a pécsi Lukácsi Bence lesz, aki tenap megosztott pontozással győzedelmeskedett Tóth Ádám felett. Az a Lukácsi Bence egyébként, aki itt a 81 kg-osok mezőnyében, a tavalyi esztendőben ezüstérmet szerzett, itt látható tatabányai 20 éves fiatalember. Tehát a piros sarokban Bárányi, a kékben Lukácsi. Nem is kívánhatnánk talán ennél nagyobb izgalmakat, hiszen itt van a 81 kg második elődöntője. Móna Imre várja a párját holnapra. Lukácsi talán 5 cm-vel is magasabb Bárányinál. Következik az első menet. És akkor lássuk, piros sarokban az újpesti fiú, a kék sarokban a pécsi. Lukácsi indul meg bal jobban. Mai este 16. összecsapásán egyéb iránt. Bárányi szúrt le testre. Taktikus küzdelmet láthatunk, Lukácsi megy előre. Ez kettős felezéket talált Lukácsi mindössze. Ezért folyamatosan próbálkozik, megy, hajtja Bárányit. Ezért talál jobban fejen Bárányi. Ennek szól a taps a nézőtérről. Tényleg inkább egyik a taktikája küzdelem. Tisztelik egymást a fiúk, az látszik. Meg egymás ütő erejét leginkább. Első mellett inkább ezért a ismerkedés bunyói, még egy perc van vissza egyébként ebből az első felvonásból. Szépen tudom, felütése megtalálta Bárányit testen Lukácsinak. Kevés tiszta találatnak láthatunk. Nem is tiszta találatnak örülhetünk, de hát ez a taktikus küzdelemnek is köszönhető. Bárányi most testre ütött jobban. Lukácsi próbálta bal után adni egy jobb egyenest, nem talált el Bárányit. Bárányi most ballal megy testre. Lassan véget ér az első menet. Most egy kisebb ütésváltásba bele kezdenek a fiúk. Hogy egy picit felszakadt volna bal oldalt Bárányi feje, talán összefejeltek, mindesetre most az, hogy Bárányi Péter fejét majd egy picit le kell ápolni, most ez történik épp a lila-fehér sarokban, mondhatom így, hiszen az utca versenyzője van szó.
Bárányi állva, Lukácsi ülve hallgatja jó tanácsokat, illetve veszi maga az a frissítőt akkor, amikor pár pillanatokon belül, másodperceken belül kezdődik. Következik a második menet. Megélénkült a közönség jelentem. Egész Bárányi fanklubot hallatunk az átellenes, nekem a kommentátorálásban átellenes sarokban, de azért mellettem jókész felül vannak Lukácsi Bence drukkerek is. Ez a jó, amikor mindkét fiút biztatják a sajátjai. És akkor lássuk, hogy mit hoz a második három perc. Hogy látom, lápolták szépen Bárányi Péter fejét. És ebben a pillanatban, amikor mondom, akkor megint egy pici vércsík elindul. És most jön is a doktor, hogy látható, hogy le törölje, illetve hogy majd kicsit bekenjék, hogy ne akadályozza ez a... Talán lehet is tovább, hogy ne akadályozza ez a sérülés a mérkőzés alakulását. Lukács megy előre. Balla szurkál. Megint, most jön rá jobb. Megint bal. Testre dolgozik le Bárányi. Lukácsi megint szurkál. És szépen talál jobban Lukácsi fejre. Megint talál ballon, ballal fejjen Lukácsi. Lassan lepörög a második menet és ezzel a mérkőzés fele. Csapott elkerül Lukácsit. Újra megélénkülnek a Bárányi Pétert éltetők. A helyi újpesti fiúnak nagy szurkoló tábora van, szépen talál jobbal. Összeakaszkodnak. Most már tovább a küzdelem. Fél perc van hátra a második menetből. Bárányi próbálkozik. És szétszedi őket a vezetőbíró, mert tovább. Lukácsi szúr oda balral. Most Lukácsi megy előre. A semleges saroknál megy a küzdelem. Csak pár vissza ebből a menetből. Még egy ilyen tisztességes rohamra mindenképpen van idő. 10 másodperccel a vége előtt. Na lássuk, hogy megindul-e valaki. Lukácsi megy ballal, majd jobbal. És itt a vége. Itt a vége, még egy perc pihenő, aztán jön a harmadik mindent eldöntő. Menet a szorítóból a második 81 kg-os elődöntőben, hiszen Móna Imre 2 perc 20 másodperccel követő döntő fölénnyel, mikor már háromszor kellett rászámolni Polgár Ádámra, a vezetőbíró beszüntette az összecsapást, tehát Móna Imre ott van a holnapi fináléba, és várja az ellenfelét, ami az itteni képen látható Lukácsi Bence és a piros sarokban tartózkodó Bárányi Péter közül fog kikerülni. A Lukácsi továbbra is ülve hallgatja jó tanácsokat a szünetben, míg Bárányi állva figyel a mesterei intő szavaira. Szorítóból következik a harmadik befejező menet. És jön a harmadik egyben záró menet a szorítóból. Na lássuk. Szimpatikusan összepacsiznak, mindent eldöntő 180 másodperc előtt. Lukácsi most beterelte a sarokba Bárányit, és ott próbálta sorozni. Balat a lábfejre Lukácsi.
ballal találok most Bárányi is. És ment utána a jobb is a bal előkészítő után, de ez nem talál Lukácsitól. És lemegy testre ballal Lukácsi. Most föl fejre, Bárányi is visszaszúr ballal fejre. Taktikus küzdelmet láthatunk itt az első fél percben. Szépen talál ballal Bárányi. Most testem, előbb pedig Lukácsi volt fejjel aktív. Szorgalmasan egy-egy ütésekkel gyűjtögetik a pontokat a fiúk. Bárányi megy a testre, Lukácsi leköveti. Próbált egy felütés Bárányi jobb kézzel. Lukácsi talál fejre. Megint. Lukácsi ügyesen szurkál ballal, most már talán jobb, aztán leballal leváltott testre. És megpróbált egy testsorozatot eladni Lukácsi. Ezért zártan védekezik ehhez Bárányi. Az ütek kiválósága. Így fordulnak rá lassan az utolsó percre. Időközben Lukácsi szerelését kell igazítani. És aztán folytatódhat a harmadik menet. Utolsó 60 másodperccel, miután kiderül, hogy vajon a holnapi döntőben 81 kg-ban Móna Imrének Debrecenből ki lesz az ellenfele. Már meg is volt a szerelésigazítás. Lukácsi ütésekkel indul. A véghajrá. Szépen talált most kétszer is Lukácsi. Bárány is viszonozza az ütéseket. Újra megérénkül a közönség, érzi itt a végén kell biztatni a többieket, a sajátjaikat. Bő fél perc. Lukácsi támad. Itt 3-4-es kombinációval. Ne forduljunk ki, Bárányi ezt mutatja a vezetőbíró. Lukácsi megy megint előre. És jobban ballal próbálkozik Bárányi, talán ballal talált is. Jobb az elhalt a kettős fedezéken. 10 másodperc van hátra a második elődöntőben 81 kg-ba. Most még belemennek egy adokkapokba a fiú. Már gyönyörűen dolgoznak, hajolnak mind a ketten el törzsből. És itt a vége. Megvan a pacsi. És várjuk. Mit mondanak a pontozó bírók? Pillanatokon belül kiderül, hogy a holnapi napon, december 8-án, a magyar ökölvívás napján Móna Imre ellenfele vajon ki lesz 81 kg-ban? Itt vannak már a fiúk, kesztyű lekerült róluk. Ott van a középen a vezetőbíró mellett, na akkor halljuk. Egyhangú pontozással győz, így holnap újra láthatjuk a döntőbe. A kék sorokban Lukácsi Bence, PVSK Pécs. A tavaly ezüstérmes Lukácsi Bence egyhangú pontozással nyer a helyi versenyző Bárányi Péter ellen, így ő lesz Móna Imre ellenfele a holnapi 81 kg-os döntőben.